Kedves hallgatóink, a következő percekben az evangélikus gyülekezeti liturgikus énekeskönyvből hallhatják az esti könyörgést Luther litániája nyomán a szombathelyi evangélikus gyülekezet lelkészeitől. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Kyrie eleison. Kriste eleison, Kyrie eleison. Krisztus, hallgass meg minket. Mennyei Atya Isten. Irgalmazz nekünk. Megváltó Fiú Isten. Irgalmazz nekünk. Szentlélek Úristen. Irgalmazz nekünk. Légy hozzánk kegyelmes. Őrizd meg minket, kedves Úristen. Légy hozzánk kegyelmes. Segíts meg minket, kedves Úristen. Minden bűntől. Ments meg minket, Úristen. Minden tévejgéstől. Ments meg minket, Úristen. Minden kísértéstől. Ments meg minket, Úristen. Az ördög csalásától és furfangjától. Ments meg minket, Úristen. A hirtelen és gonosz haláltól. Ments meg minket, Úristen. A betegségtől és az ínségtől. Ments meg minket, Úristen. A háborútól és a vérontástól. Ments meg minket, Úristen. A lázadástól és az erőszaktól. Ments meg minket, Úristen. Az elemi csapásoktól és ínséges időktől. Ments meg minket, Úristen. Az örök haláltól. Ments meg minket, Úristen. Szent születéseddel segíts meg minket, Urunk Istenünk. Haláltusáddal és kiontott véreddel segíts meg minket, Urunk Istenünk. Kereszteddel és haláloddal segíts meg minket, Urunk Istenünk. Feltámadásoddal és mennybe meneteleddel segíts meg minket, Urunk Istenünk. Utolsó óránkon segíts meg minket, Urunk Istenünk. Az utolsó ítéletben segíts meg minket, Urunk Istenünk. Mi szegény bűnösök könyörgünk.
Hallgass meg, Úristen! Szent egyházadat kormányozd és igazgasd. Hallgass meg, Úristen! Egyházad minden püspökét, lelkészét és szolgálóját igédben és a keresztény életben őrizd meg. Hallgass meg, Úristen! Minden elnyomástól és üldözéstől óvj meg. Hallgass meg, Úristen! A tévelygőket és a félrevezetetteket magadhoz térítsd meg. Hallgass meg, Úristen! Engedd a sátánt legyőznünk. Hallgass meg, Úristen! Aratásodba hűséges munkásokat küldj. Hallgass meg, Úristen! Az ige hirdetéshez adj nekik erőt és szent lelket. Hallgass meg, Úristen! A szomorkodókat és a csüggedőket segítsd és vigasztald. Hallgass meg, Úristen! A népeknek békességet és egyetértést adj. Hallgass meg, Úristen! Előjáróinkat vezesd és óvd. Hallgass meg, Úristen! Lakóhelyünket áld és védelmezd. Hallgass meg, Úristen! A szükségben és veszélyben lévőknek siess segítségükre. Hallgass meg, Úristen! A várandós édesanyáknak egészséges gyermeket adj. Hallgass meg, Úristen! A gyermekeket és a betegeket oltalmazd. Hallgass meg, Úristen! Az ártatlanul fogva tartottaknak adj szabadulást. Hallgass meg, Úristen! Légy a magányosokkal és az elhagyottakkal. Hallgass meg, Úristen! Minden embernek irgalmazz. Hallgass meg, Úristen! Ellenségeinknek és üldözőinknek bocsáss meg. Hallgass meg, Úristen! Káromlóidat térítsd magadhoz. Hallgass meg, Úristen! Elegendő táplálékot adj. Hallgass meg, Úristen! Kegyelmesen hallgass meg minket. Hallgass meg, Úristen! Jézus Krisztus, Isten fia. Hallgass meg, Úristen! Isten báránya, aki a világ bűnét hordozod. Irgalmazz nekünk. Isten báránya, aki a világ bűnét hordozod. Irgalmazz nekünk. Isten báránya, aki a világ bűnét hordozod. Add nekünk békédet. Krisztus, hallgass meg minket. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Amen. Urunk, ne ítélj meg minket bűneink miatt, és ne fizess nekünk gonoszságunk szerint. Mindenható örök Istenünk, aki szent lelkeddel megszenteled és vezeted egész egyházadat, hallgass meg könyörgésünket, és add meg népednek, hogy kegyelmedből igaz hitben szolgáljunk téged, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Thank you.
Urunk, légy velünk, ha virrasztunk, őrizd álmunkat, ha alszunk, hadd legyünk Krisztussal ébren, és elnyugodjunk békességben. Ámen. Nyugodalmas éjszakát és üdvösséges véget ajándékozzon nekünk a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Ámen.